Hazánkban 1956. október 23-án békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a kommunista diktatúra ellen. A forradalom a Magyarországon tartózkodó szovjet csapatok beavatkozása után szabadságharcá változott, melynek sorsát a szovjet katonai invázió pecsételte meg november 4-én. 1956. november 4-én vasárnap hajnalban ugyanis a szovjet hadsereg általános támadást indított Budapest a nagyobb városok és a fontosabb katonai létesítmények ellen. A nap folyamán a szovjet csapatok, a magyar néphadsereg valamennyi alakulatát és a felkelő csoportokat is lefegyverezték. Az október 23-a és január 16-a közötti események országosan több mint 2500 ember életet követeltek. Ma rájuk emlékezünk, hiszen Magyarország kormánya a hősök tiszteletére november 4-ét nemzeti gyásznappá nyilvánította.